Nagyon nehéz évet zárnak a Michelin a Természet és Állatvédő Egyesületnél, hiszen ez a pandémia helyzet sok mindenre rányomta a bélyegét, mondja Farkas Tamás, a Pécs-Somogyi Állatotthon vezetője. Közel fél évig kellett úgy dolgozniuk, hogy a látogatók korlátozott számmal vagy egyáltalán be sem jöhettek az állatotthonba. Az örökbefogadás is kevesebb lett, a szakkörök működése, az állatokkal végezhető terápiák száma, lehetősége is visszaesett. Ez nem csak a tevékenységbe okozott gondot, hanem hát azért komoly anyagi kiesést is jelentett sok szempontból, úgyhogy nem volt könnyű. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy különösen most egy karácsony tájéken azért nagyon sokan segítettek, olyan adományok érkeztek, amelyekre nem is számítottunk, ez jelentett tápadományt, jelentett pénzadományt, úgyhogy nagyjából sikerült egy egyenes behozni annyi az egyesületet, hogy talán nagy-nagy veszteséggel nem zárunk, de azért azt tudni kell, hogy a közel 500 állat életének a biztosítása, a fenntartása, ez azért nagyon komoly terheket jelent. Emellett a legnagyobb problémájuk a 200 kutyából az a 70-80 pit Amstaff jellegű kutya, amelyek örökbefogadása, gazdához juttatása sokkal problémásabb, mint egy átlagos keverék kutyáé. Az állatotthonban való szocializációjuk is nagy gondot jelent, hangsúlyozza Farkas Tamás. Nagyon sok problémás kutyánk van. Nagyon sokan ugye a kutyáikkal, állataikkal, amikor probléma van, akkor néha megoldást az azt jelenti a számokra, hogy hát állatmenhely. Ezekkel a problémákkal azonban itt is meg kell küzdeni. Sokszor ezeket a kutyákat nem tehetjük más kutyákkal együtt. Ez azt okozza, hogy piába van jelen pillanatban időzőjelben csak 200 kutyánk, és elvileg ez a félműhely, ez bizonyos szempontból elég is lenne. Mégsem elég, mert ezeket a kutyákat szinte csak egyesével tudjuk tartani. Karanténjaik folyamatosan tele vannak. Az emberek állandóan újabb lehetőségek iránt érdeklődnek, mit tegyenek ebjeikkel, ha nem kellenek már nekik. Szoktuk azt javasolni, és azt szeretném is felhívni a figyelmet, mert hogy nagy sikerrel működik. Gazdától gazdáig, tehát nem biztos, hogy az első megoldás az, amikor elkényszerülök arra, hogy örökbe adjam az állatomat, hogy megvárjak tőle, hogy rögtön az állatmenhelyre hozzam. Nagyon jól működnek azok az internetes fórumok, és nagyon jól működik nálunk is az a forma, amikor föltesszük az állatot az elérhetőségekkel, tulajdonosságokkal, minden ilyesmivel, akár a Facebook oldalokkal, akár a honlapunkkal, és így keresünk neki gazdát. Sokkal kevesebb stresszt is jelent ilyenkor az állatnak, hiszen közvetlenül a gazdától az újabb gazdához kerül, több információt is el tudnak mondani egymásnak az emberek, az örökbefogadó, illetve az örökbeadó, és azt gondolom, hogy az állat számára is sokkal jobb. Éveken át a svájci Suzy Utzinger alapítvány támogatta a Michelinát az állatházak felújításában, újak építésében, idén azonban ők sem jöttek a járvány miatt. A fejlesztéseket azonban a szervezet megpróbálta ettől függetlenül is továbbvinni. De igazából azért megpróbáltuk a fejlesztéseket továbbvinni. A lovaink számára sikerült egy új karámot építeni, szilárd karámot, hiszen most már ők különösen ez a légzési problémákkal küzdő lovak számára nagyon fontos. Éjjel-nappal kijárhatnak szabadon, természetesen fedett belső helyük is van. Ez jelentősen javult ezzel az egészségügyi állapotuk, és hát hogyha megnézzük a lovainkat, akkor nem csak az egészségügyi állapotuk, hanem mivel szabadon ehetnek egész nap, hát kicsit most már az elhízás esete is fennforog néhány lovunknál. Azt gondolom, hogy még mindig ez a jobbik eset. Folyamatosan egyébként szocializáljuk természetesen a lovakat is, ezért is nagyon fontos ez a helyzet, könnyebb hozzájuk bemenni. Tervezzük a repatriáló részlegünknek a felújítását, ez részben elindult, de egy kicsit megakadt itt a téve való tekintettel. Szeretnénk egy nagy voliát, egy nagy madáröbdét, durván egy 1200 négyzetméteres madáröbdét kialakítani, ahova azokat a madarakat engedhetjük ki, akik vagy nálunk maradnak már, vagy pedig arra van szükségük, hogy egy kicsit erősödjenek, hiszen nem egészen úgy zajlik, hogy most bekerül egy madár, az a madár meggyógyul és rögtön mehet el. Annak a madárnak nagyon sokszor, hogyha vedlési gondjai vannak, akkor akár egy évet is el kell itt töltenie, hogy fel kell erősödnie olyan mértékben, hogy utána szabadon engedhessük. Talán ezek voltak a legfontosabb felújítások, illetve felújítási tervek. Hát az idei év az azért sok szempontból a túlélésre koncentrálódott.
A nyáron tábort tartottak, és nagy igény mutatkozott a diák önkéntesek fogadására. A terep rendben tartása, a kutyák sétáltatása mellett a terápiás kutyák kiképzésében is sok segítséget adtak a diákok. Vizsgázó kutyáik is lettek idén.